Hatalmas lángokkal tombolt a tűz vasárnap este Kalocsa határában a Miskei út felől. 3:48 körül érkezett a bejelentés a kapitányságra az esetről, melyre a kalocsai tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. A lángokat sikerült is gyorsan megfékezniük, melyben a kiskörösi hivatásos tűzoltók is segítségükre voltak. Nagyjából 5 hektáros területen égett a nád, a gaz és az avar, melyet vízsugárral, illetve kézi szerszámokkal oltottak el. Szerencsére az eset kapcsán személyi sérülés nem történt. Az elmúlt napokban azonban nem csak itt, számos helyen kapott lángra a határ, így ismételten tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, többek közt megyénkben is. Ugyanis a csapadékmentes időjárás miatt fokozódik a vízhiány a talajban, a száraz, gyakran szeles, enyhe időben egyre nő a száraz füvel, gazdal bozóttal borított területeken a tűzesetek esélye. A tilalom Bács-Kiskun megye mellett Békés, Borsod-Abolcs-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berreg megyét érinti. Az említett megyékben tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken, beleértve a vasút és közútmenti fásításokat, továbbá tilos a parlag és a gazégetés is. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhat a lakosság.